Sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Kezdjük is a Mester 3-assal, mivel lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még új a csatornának, ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírásokat, nagyon sok hasznos információt találtok benne. Haladjunk is tovább, a kriptodán kijött az E betű is már a szótárba, illetve itt vannak a SafePal-lal kapcsolatos videók, őket mutattam is előző napokban. Nézzük is tovább, Bitcoin ár, jelenleg 60.500 dolláros áron kapható a Bitcoin, ma megint lejött 60.000-ig, meddig jött le, hol az alja, 60.009 dollárig. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy le akarják ide 59-re visszahúzni, vagy már lassan tényleg megindul felfelé, már sokáig tart a megerősítés, már többször is visszapattant minden a 60.000-es zónáról. Hát most megint érdekes, kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Hát szerintem már nagyon nem valószínű, hogy ebbe a kis minimális háromszögbe ide visszajönne, de még az is benne van a pakliba egy pattanás erejéig. Úgyhogy hát már érdekes, mert nagyon el kellett volna, már napokkal ezelőtt el kellett volna kezdeni komolyabban húzni. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hoppá, amit azért tegnap este néztem, pillanat, mindjárt mutatok valamit. Azt mondja, hogy Fix Range Volume Profile. És akkor, hogy lényeg a lényeg, melyik árzónában mennyi volt a volume, mennyi volt a kereskedelem. És akkor itt látni, hogy hát igen, itt Elon Muskos gyertyánál, amikor a Tesla másfél billió dollárért vásárolt bitcoint, akkor itt el is húzott az ár, itt nem is nagyon volt, utána vissza se jött erre a részre, látjuk, hogy itt kevesebbet vásároltak. Alatta itt a 30 ezer, 38 ezer közt, itt nagyon sok, itt volt a legtöbb vásárlás. És akkor itt az 50-60 ezeres zónát is meghajtották rendesen, ez kb. Próbálják idézőjelbe kiautózni belőle, amit lehet. Tehát itt is most 60 ezernél nem szállt el a francba, mert még nagyon kicsi a kereskedelem itt 60 ezer fölötti zónákba, úgyhogy ezt még lehet, hogy egy jó pár napig itt hajtani fogják, meg itt is fogják adni-venni 60-65 ezer között is, és nem fog olyan nagyot húzni. Ha meg elkezd húzni, akkor majd meglátjuk, hova fog visszatérni, de ez is benne van a pakliban, hogy nagyon kicsi, keveset kereskedtek még 60 ezer fölött, úgyhogy most itt hajtják, tekerik, 60 ezer fölött oda-vissza adják, veszik még. Na jó, oké, és megint lefelé jött kicsit az ár, egy másfél százalékot csökkent a mai nap folyamán, de már megint 60 ezerről azért megint visszapattant, meglátjuk, hogy mi lesz elkövetkezendő napokban. Arany ára 1775 dollár jelenleg, és 0,7%-ot nőtt a mai nap folyamán is, na hát, ha ezt a kritikus zónáját 1800 felé, hát, ha fel tudna már menni az elkövetkezendő napokban. Oké, és Bitcoin, hát igen, meglátjuk, most jön megint vissza, felfelé, el kellene kezdeni indulni a felfelé, nem túl valószínű, nézzük csak az RSI, 55-ön van az RSI, hát nem sok semmi, egy 60-at kéne stabilan tartania, hát még mindig valószínűbbnek tűnik, hogy felfelé fog menni, mint hogy lefelé, illetve már a 20 napos mozgó átlagát is megint felült a 20 napos mozgó átlagára, úgyhogy innen meg már csak felfelé kéne húzni. A legrosszabb esetben, ahogy látjuk, az elmúlt hónapokban az 50 napos, ez a második sárga vonal az 50 napos mozgó átlag, és akkor arra ült fel legtöbb esetben, amikor leginkább eddig tudták levinni az árat. Itt is az 50 naposig, amikor nagyon kiugrott, leesett az ár, itt megint majdnem elkapta az 50 naposat, itt megint volt egy 50 napos, legrosszabb esetben, ameddig lehúzták. Itt már nem is nagyon tudták az 50 naposig lehúzni, itt már 20-asnál vissza is fordult, most megint a 20-asnál van. Hát legrosszabb esetben az 50 napos hol van, de ez tényleg a legrosszabb eset, akkor 55 ezer dollár. Ilyesmi, 56, meg itt a vonalalja is. Hát egy, még ha lefelé is jönne egy 57-nél lentebb, már nem valószínű, hogy annál lentebb vinnék az árat. Sokkal valószínűbb, hogy most már tényleg megvolt itt a pattanás is, már tegnap is, ma is most már tényleg el kéne kezdeni haladni felfelé. Jajpi a karikákat kiszerem. Jó. Oké, és Ctrl-S, és akkor menjünk is tovább. Na már 60.600, most kicsit jövöget vissza az ár. És akkor ugyebár jövünk a 100.000 felé, az szinte fix, hogy el kéne érnünk, azt minden 4 év befelezés után elérte a zöld vonalat, az van itt 100.000-nél. Fölötte pedig még a 200-300.000 dollárt is megpöccinthetjük, hogyha túltolják majd az árat. És akkor Stock to Flow Plan B-nek a Stock to Flow-ját hogy követjük le? Gyere, gyere!
Oké, még mindig szépen követjük, hogyha tartjuk is ezt a trendet, akkor május 10-e környékére egy ilyen 80 ezeres magasságba elérhetünk. Nézzük is tovább, a kifejezésekre hányan keresnek. Azt mondja, hogy aha, a Bitcoinra már szépen megugrott most, hogy a Coinbase is felment a tőzsdére, egyre több ember kezd el tudomást venni a kriptókról, most már 42%-ra visszaugrott a Bitcoinra történő keresés a Google Trendsbe, a kriptóra 14%, az NFT-re pedig 4% keres. Nézzük is tovább piaci értékek. Kezdve az Ethereum-mal, azt mondja, hogy az Ethereum maradt itt a 37. helyén tegnap óta. Jelenleg 275 billió dolláros a piaci értéke, ezen az aktuálison 2386 dolláros áron. És akkor nézzük is a top 10-et, a Bitcoin tartja a 8. helyét, jelenleg 1,14 század trillió dolláros a piaci értéke az aktuálisan, hát itt 61 ezer dolláros áron. És akkor nézzük, ez magyar forintban jelenleg mit jelent. Aha, kicsit megyek lefelé, 60 ezer környéke felé. Azt mondja, hogy 18 millió 250 ezer forintot ér jelenleg egy darab bitcoin magyar forintban. És akkor egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygép bitcoinra. Azt mondja, hogy hú, de le kell tekerni, mert mennyi újat hoztak, de bitcoin nem hoztak újat, még mindig ez a legújabb, a WhatsMiner MS30, meg az S17, S19 Pro a Bitmain-től, és 48 dollár profitot termel már napi szinten, és egy 3080-as Nvidia videókártya Ethereumra, ő pedig 9,8 dollárt mindkettő magyar áramárak mellett. És akkor el is értünk a top 10-ig. Nézzük, mi a helyzet. Első helyen a Bitcoin, jelenleg 61.100 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 2%-ot nőtt. Elég pont a 30 nappal ezelőtt volt gondolom legmagasabb áron, pillanat erre rá is nézek, akkor lehetett itt azt mondja, hogy 13-a, 17-e, hát nem. Mert 17, hát második, igen, kb. Itt járt egy olyan 58 ezernél, 59 ezernél 30 nappal ezelőtt. Na jó, haladjunk is tovább. Bitcoin tehát az első helyen. Második helyen az Ethereum, jelenleg 2387 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 30,5%-ot nőtt. Harmadik helyen a Bitcoin, a Binance Coin, jelenleg 524 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 94%-ot nőtt. Negyedik helyen az XRP, jelenleg 1,6 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 7,5%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 232%-ot nőtt. Ötödik helyen a Tether, ő mindig 1 dollár, most jelenleg 1,01, ugyebár ilyen minimális kis korrekciók mindig vannak benne, most egy kicsit túlszaladt az ára az 1 dolláron. Hatodik helyen a Cardano, az ADA jelenleg 1,4 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 4%-ot nőtt. Hetedik helyen a Polkadot, jelenleg 44 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap folyamán pedig 20%-ot nőtt, 19 és felett. Nyolcadik helyen a Dogecoin, jelenleg 0,277 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 14%-ot csökkent, ugyebár korrekció van, mert 600%-ot nőtt egy hét alatt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 380%-ot nőtt. 9. helyen a Litecoin, jelenleg 316 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában egy 0,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 53%-ot nőtt. 10. helyen a Bitcoin Cash, jelenleg 1045 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 91%-ot nőtt. 11. helyen a Uniswap, 12. helyen a Chainlink, 13. helyen a VeChain, 14. helyen az XLM, 15. helyen a Theta, 16. helyen a Filecoin, 17. helyen a Tron, 18. helyen az USDC, 19. helyen a Wrapped Bitcoin, pillanat, itt valamiért nem mutatja az ikonokat, 20. helyen az EOS, 21. helyen a Bitcoin SV, 22. helyen a Solana, 23. helyen az IOTA, 24. helyen a NEO, 25. helyen a Clayton,
És mondjuk 26-on a Monero, az XMR, és 27-re feljött már a BitTorrent token. Na, végre már 20%-ot nőtt a BitTorrent token a mai is, úgyhogy megindult a korrekciója után, komolyabban ő is úgy látszik. 28. helyen a Crypto.com CRO, 29. helyen a Terra Luna, és akkor még a 30-at is most elmondom, 30. helyen pedig a Tezos. Jó, nézzük is az árdiagram elemzéseket. Azt mondja, hogy majd a folyamán szerintem este majd ezzel fogok szórakozni, meg holnap, és akkor holnap egyébként is egy portfóliót fogok mutatni. Hát most egy 10-12% pluszban valahogy így van a portfólió múlt hétvégéhez képest. És az Ethereum jelenleg 2362 dolláros áron kapható, 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Korrigálgat vissza, de úgy látszik már megtartja a tetejének a hosszú távú trend zónának, amiben 15%-ot osztott áprilisban. Hát itt be kell majd egy komolyabbat is rajzolnom neki, ami meredekebb ennél, mert egy meredekebb pályára indult az elmúlt időszakban. Nézzük is tovább, Dogecoin jelenleg 0,274 ezred dolláros áron kapható, szép egy piros gyertya, mert hát előtte hatalmas zöld volt, korrigálgat vissza. Azt akartam is tegnap mondani, hogy 0,25 lesz valószínű, ja, még 0,23-ig is letolták, hogy valószínű, 0,25 lesz, az egy kerek száma, ez egy negyed dollár. Itt is van negyed dollár, e körül fordulgatott ő, úgyhogy ezt is majd behúzom neki, hogy itt az alja negyed dollárnál. Ez alá nem hiszem, hogy nagyon le tudják vinni, sőt, még a 20 napos mozgó átlag is jön ide fel a negyed dollárhoz, 0,25 dollárhoz. Úgyhogy valószínű, ma már, mikor volt ez? 14, hát valahogy délután magasságában, délután 3-4 körül is érte a 20 napos mozgó átlagát, és akkor azóta be ugye nőtt egy hatalmasat, hoppá, vissza, és akkor patt, már jön is fel a 20 napos mozgó átlagról. Az ára szája is 60-on van, kezd már, jaj, de pillanat, ez a 4 órás, nézzük meg a napiba. Hát jó, a napiba azért még mindig kemény, 73 és fél 74-en van az ára szája a Dogecoin-nak. Úgyhogy hatalmasat kilőtt. Mennyi volt itt végül? 96,2-re felment az árszája, annyira túltolták kicsit a Dogecoin. Nem baj, most korrekció van, negyed dollárig visszajött, aztán majd halad tovább, lesz ma Dogecoin a sír. Nem is tudtam, hogy ezért pont 4.20-nál adták ki 4. 20-án, úgyhogy lesz majd erről is ma cikk. Most azt mondják, hogy valószínű 4.20-ra felnyomják, az mikor lesz? Kedden lesz? Kedden lesz 4.20, úgyhogy akkor benne van a pakliban, hogy fel fogják tolni 1 dollárra is. Na majd meglátjuk, mert itt mondjuk másfél hónapot pihent, mielőtt egy komolyabbat megindult. Hát azelőtt itt megint csak másfél hónapja jött 384%-ot, meg ilyeneket, úgyhogy keményet húzott akkor is, vagy 4-500%-ot húzott. Másfél hónapig pihent, és akkor most megint húzott egy 5-600%-ot, most abból korrigálgat vissza. Na jó, már túragoztam a Dogecoint. Igen, 0,275 ezer dolláros áron kapható, és 25%-ot csökkent a mai nap folyamán. Enginecoin jelenleg 3 dolláros áron kapható, egy fél százalékot csökkent, itt a 3 dollárnál áll ez alá, úgy stabilabban nem nagyon tudják levinni, de most egészen megült itt ő is a 20 napos mozgó átlagának a tetején, egy fél százalékot csökkent a mai nap folyamán. Ja igen, és akkor az Engine ebbe a narancsárga trendzónájába, hát na, húzzál vissza, menjél vissza komolyabban bele, ebbe egyébként a 60%-ot osztott áprilisban. Teta 13,26 század dolláros áron kapható jelenleg, egy 7%-ot csökkent a mai nap folyamán, ahogy tegnap szépen megindult, de csak visszahúzták. Ebbe a narancsárga trendzónába 75%-ot oszhatna áprilisba, de már kezd kimászni. Oldalazik ő is már egy jó ideje, de most megindult tegnap, remélem holnap vagy az elkövetkező napokban folytatja is ezt a tendenciát. BitTorrent token, na végre, de szép nagy gyertya, az a nagy kanóc tetején nem túl jó, de haladgat, haladgat már a BitTorrent token is, kezdi újra felvenni már majdnem a 0,01 század dolláros árát. Jelenleg 0,093,94 tízezred dolláros áron kapható, és 21%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ja igen, és akkor BitTorrent token, hát ő egy 100%-ot simán hozhat még a hónapba, olyan pici az ára is, hogyha 0,02-re feltolják már, akkor 100% lesz. Azt mondja, hogy Render token, ő itt lefelé haladgat. Nem túl jó hír, mindegy, nekem kis saját kedvencem, hát hogy vele is úgy kezdtem, hogy 2,5%-ot pakoltam bele még itt 0,8-nál, most meg már 1,4-nél jár, úgyhogy azóta nőtt elég szépet. Hát már lehet, hogy most visszament a 8%-ból, már csak 6% körül, vagy ilyesmi lehet benne a portfólióban, mindegy, ezeket is majd aktualizálom.
holnapi híradóig ezeket a számokat. Jelenleg 1,42 dolláros áron kapható a Render token, és már ugyanott van az ára, ahol éjfélkor elindult. Nézzük meg nagyobba, azt mondja, hogy ahol látni az alját is, és itt pedig így mutat nagyba az egész. Azt mondja, hogy jött-e már új piacra, nem, még mindig csak a Huobin lehet kapni, meg a Kucoinon, meg a Uniswapon, meg a Gate.io-n. Oké, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy Binance Coin 515 dolláros áron kapható, jelenleg 1%-ot nőtt a mai nap folyamán. Kezdeget visszatérni, lassan már úgy látszik, lehet, hogy stabilizálódni fog ebbe a hosszú távú trendzónájába, amiben 40%-ot hozhat áprilisban. Polkadot, azt az eget mekkora kanóc fent. Jó, hát megindult, ő csak úgy eladták, visszasortolták, mint az állat. 42,85 dolláros áron kapható jelenleg, és 3%-ot, 3,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Többet is, de most visszaült a 20 napos mozgó átlagára ő is, hát 40 dollárra már nem valószínű, hogy le fogják tudni vinni, csak vissza kéne menni a hosszú távú narancsárga trend zónájába, ami a 30%-ot oszthat áprilisba. Oké, és nézzük tovább, a Tron, júj, nagyon jó haladgat, a Tron, neki is tovább kell húznom majd a vonalait, jelenleg 0,158 ezer dolláros áron kapható, és 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Amíg ebbe a világos kék trendzónába benne marad, nem jön vissza a narancsárga irányába, addig az tök jó, mert ebbe egy 100%-ot oszthat áprilisba, meg már be is hozta itt az elmúlt két hétbe. Vicsén jelenleg 0,22 dolláros áron kapható, és 6%-ot csökkent a mai nap folyamán. Hát ő is már kezdett, persze, hát mekkora volt itt tegnap az áraszály, 87, most jelenleg 80-on van, 79,5-en, úgyhogy korrigálgat kicsit vissza, mert hatalmasokat nőtt a Vicsén az elmúlt hetekben. Hát duplázott egyet a Vicsén, 100%-ot húzott hány nap alatt? Itt volt még 0,9-nél, azt mondja, hogy pillanat, igen, és akkor, hát még ha a mostani árat nézzük, akkor egy 130%-ot 13 nap alatt, 12 nap alatt, egy két hét alatt, még két hét alatt se nőtt 140%-ot a VeChain, úgyhogy tök jól beindult. Hú, nem is tudom megmondani, mennyit hozhat már, az 50%-os április itt is túlnőtte. Úgyhogy VeChain az nagyon jó kis stabil kriptónak tűnik. Nem úgy stabil kriptónak, hogy egy dollárt ér, hanem hogy stabilan tart. Van benne potenciál, és felfelé fog húzni az ára hosszú távon is, nagyon úgy néz ki. Hát az ipar ott van mögötte, minden ők az iparban dolgoznak, a hagyományos ipar segítik, meg abba fejlesztenek mindenféle téren. Azt mondja, hogy a Filecoin jelenleg 178 dolláros áron kapható, 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. A hosszú távú trendzónájába, amiben 90%-ot osztott áprilisban, ennek az aljánál mocorog most jelenleg. Nézzük is a holótokent. Hot token jelenleg 0,019 ezred dolláros áron kapható, 1%-ot csökkent a mai nap folyamán. Felült itt a hosszú távú trendzónájának a tetejére, amiben 90%-ot osztott áprilisban. Hát őt is vinnék fel, de hatalmasak ezek a kanócok itt a tetején, el is adják, ahogy felmegy az ára, nem tudja komolyan megtartani. Nem baj, mert még hogyha 90%-ot hoz, bőven teljesen nagyon király az is, úgyhogy jó, ennyit a hot tokenről. Nézzük tovább, BAT token 1,48 dolláros áron kapható jelenleg, és 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, nagyon szépen tartja magát a hosszú távú trendzónája közepében, amiben 40%-ot hozhat áprilisban. Következő, Matic. Júj, na végre már 0,4. Matic, tovább húzom ezt a vonalat, legalább azt tartsa meg. Júj, lene es már 0,4 alá, már annyiszor bekpecegetted, meg visszaestél, most már ne es vissza 0,4 alá. Pillanat, egy kis lelki támasz a Matic-nak. Oké, azt mondja, hogy 0,4 dolláros áron kapható a Matic, 7,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, mert tegnap túlhúzott már rajta, de itt nagyon ilyen, többször is megerősítette, ahogy nézem az elmúlt napokban. Nagyon pattog itt a 0,4-en, de nem baj, az a lényeg, hogy az alá már nagyon tudják levinni, tényleg menjen vissza, de már kezd lassan visszaállni ebbe a hosszú távú trendzónájába, ami 40%-ot oszthat áprilisba. Az teljesen jó kis stabil. Azt mondja, hogy következő, a van ő már nagyon megpihent, már egy 3 hete pihenget a van, Harmony-nak a vanja. Ő egy gyorsabb, mint az Ethereum meg a Bitcoin, de vannak nála gyorsabb kriptók is, úgyhogy a 20 napos mozgó átlaga alatt mocorog most már egy jó ideje. Jelenleg 0,147 ezre dolláros áron kapható, és mondjuk van őt egy 3,5-4 százalékot.
meglátjuk, mi lesz vele, kéne komolyabbat húznia már lassan. RSI mit mutat? Azt mondja, hogy 50,51-en az RSI. Hát igen, lassan innen már kéne indulni a felfelé. Következő az Anker, jelenleg 0,182 ezred dolláros áron kapható. Egy fél százalékot csökkent a mai nap folyamán, kb. 50, ahol éjfélkor elindult. Jó, itt is felfelé nagyok a kanócok, de nem baj, mert hát bőven jó, hogyha benne marad ebbe a narancssárga trendzónába is, hisz ebbe is 75 százalékot oszthat áprilisban. Tovább a Solana. Aha, fordulgat kicsit vissza a Solana, már hatalmasokat nőtt ő is az elmúlt időszakban. Azt mondja, hogy a 20 napos mozgó átlagát ő is megpöccingeti már, úgyhogy innen már valószínű, lassan elkezd majd megint tovább húzni. Jelenleg 26 dolláros áron kapható, 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, és két zóna közt mocorog, mondjuk egy olyan 60%, bocsánat, egy olyan 60%-ot hozhat áprilisban. Kusama 450 dolláros áron kapható, jelenleg 451 dolláros áron, és 1%-ot nőtt a mai nap folyamán. Hát itt is magas a kanóc, vissza eladták, ő is a 20 napos mozgó átlagán üldögél már egy hete, két hete, viszont a hosszú távú trend zónájának a közepében van szépen, amiben 35%-ot hozhat áprilisban. A Hedera csak nem bír kitörni komolyabban, jelenleg 0,344 ezred dolláros áron kapható, és 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Háromszögben már nem nagyon akar visszamászni, ő is a 20 napos mozgó átlagán ül, és 52-n van az árszája jelenleg, az is elég alacsony. Oké, ő egy olyan 45%-ot, ő is két trendzóna közt van, valahogy így hozhat, de már komolyabban kéne indulnia, mert ő nagyon régóta, mióta majdnem egy hónapja, már egy hónapja, több mint hogy egy hónapja oldalazik. Azóta 0,3-0,4 közt mocorog csak. Nézzük a manát. A mana, na végre mana, hát visszajött a mana a trendzónájával, így kell ezt. Oké, 1,47 dolláros áron kapható jelenleg, és 12,5%-ot, 13%-ot nőtt a mai nap folyamán a mana. Tök jó hír, visszajött a hosszú távú trendzónájába, amiben 60%-ot hozhat áprilisban. Következő az ICX, Iconcoin, Dél-Korea 2,67 dolláros áron kapható, jelenleg 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Hát itt is hatalmas az a kanóc, de nem olyan nagy baj, mert úgy látszik, hogy stabilan tartja magát ő is a hosszú távú trendzónájában, amiben 30%-ot hozhat áprilisban. Következő a Travala, 6 dollárra visszament, kereken 6 dolláros áron kapható jelenleg. A Travala 2%-ot nőtt a mai nap folyamán, ő is nagyon szépen tartja a hosszú távú trendzónáját, amiben 45%-ot hozott áprilisba. Ennél szebben kb. Semmi nincs egységbe a trendzóna aljával, mint neki a 20 napos mozgó átlaga. Következő a Luna, hát a Luna ő megint, hát mióta pihen a Luna? Már egy hónapja pihen a Luna is, azt az eget. 15 meg 22 dollár közt egy hónapja, úgyhogy lassan már tényleg meg kéne indult, már megint lent van, 45 félnél van az áraszája is. De végül is benne van ebbe, csak az a baj, hogy én túl magasan vettem, itt 20-on vettem kb. Pont, mikor már el volt szállva az ára. Hát részletkérdés, 2%-a van benne a portfólióból, vagy 2,5%-ért vettem, ugyebár őt is, mint mindenkit, 2,5%-ért, de ő azóta lentebb jött valamennyivel, de egyébként a hosszú távú trendzónában, hogyha azt nézzük, akkor itt még mindig stabilan tartja magát, nagyon úgy tűnik, és 40%, amiben 40%-ot oszhat áprilisba, de nem túl jó hír, hogy lement már a 20 napos mozgó átlaga alá, és akkor látszik, és az áraszájon is, hogy 50 alatt az áraszájon 45-ön, úgyhogy most a 20 napos, meg még a 50 napos mozgó átlagát is megpöccintette. Azt meg nem is, azt nem is, egész évben nem is ért hozzá az 50 napos mozgó átlagához. De most már pár nappal ezelőtt azt is elérte, úgyhogy hát lassan már tényleg el kéne kezdeni húzni komolyabban felfelé. Nagyon megült, 15,15 dolláros áron kapható jelenleg, és 4%-ot csökkent a mai nap folyamán. Következő a Helium, ő is felült a 20 napos mozgó átlagára, jelenleg 14,66 dolláros áron kapható, és 1%-ot csökkent a mai nap folyamán. RSI 55, hát még mindig akár mehet lentebb, de ő neki agresszívabban kéne valószínű felfelé húzni, főleg USA-ba terjedt el ez a Helium, lehet, hogy már van, aki nálunk is vett ilyen gépet, akivel tudja terjeszteni ezt a Longfit, mert ez már nem Wi-Fi, és akkor keresi vele minden nap a pénzeket, de na mindegy, az a lényeg, hogy most egy korrigálgat vissza kicsit a Helium már egy hete kb.
Oké, nézzük is tovább. A Dent na végre, a Dent, ja nem na végre, mert komolyabbat kéne neki húzni, jó, megint itt nagy ez a gyertya, vagy a kanóc tetején jobban ki kellett volna neki törnie meg húznia. Jelenleg 0,012 ezred dollár áron kapható, és 3%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ő is hát benne van, hogy 100%-ot hozhat áprilisban, ha már nem is itt a maradék 2 hét alatt, vagy kevesebb, mint 2 hét alatt, de meglátjuk, de benne is azért van potenciál. Következő az NKN, ő igen, úgy látszik, hogy 0,75-nél lentebb már nem nagyon fogják tudni vinni az árak. Jelenleg 0,765 ezred dolláros áron kapható, és 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Lassan el kéne kezdeni kirúgnia, és neki is hoznia még tovább, akár 100%-ot is áprilisban. Nézzük a portfólión kívüli szütyögőseket, jó, az oda már megint kezdi. 1,37 század dolláros áron kapható jelenleg az oda, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán. Megint kezd kicsit kiesni, még a 30%-ot hozó áprilisi trendzónájából is, illetve ada-ada, ő megint egy kb. Olyan, mint amit a Hedera csinált. Tehát itt mocorog, azt mondja, hogy 1,5 dollár és 1 dollár. Egy dollár és 1,5 dollár közt mozog már február 25, 2 hónapja lassan, 2 hónapja ebbe a zónába nem bír komolyabban kilőni. De hát nem is nagyon fejlesztenek rá, meg nem is engednek hozzányúlni még senkinek annyira, ezért hát furi. Majd elvileg nyár végén ősszel fogják megengedni, hogy bárki fejleszt, tesztelgethesse, hogy miket tud fejleszteni az adára, de még az mindig nem azt jelenti, hogy akkor sok mindent fognak rá felpakolni. Haladniuk kéne neki komolyabban a korszakaival, én nagyon úgy látom. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy következő a Uniswap, 34,8 ezer dollár áron kapható jelenleg, 3,5%-ot, 4%-ot csökkent a mai nap folyamán, ő is nagyon bír visszamászni, még ez a 30%-ot az áprilisi trendzónába se. Litecoin 303 dolláros áron kapható jelenleg, ő már kicsit hát majd kell neki egy újat rajzolnom, mert ebbe egyébként vagy 15%-ot hozhat ebben a narancsáró trendzónába áprilisban. Úgyhogy ő is a leghúzósabb, de most egész szépen megindult az utóbbi hetekben. 2%-ot csökkent a mai nap folyamán. Chainlink 40 dolláros áron kapható, visszafordult pont a hosszú távú trendzónájából, amiben egy olyan hát 20%-ot hozhat áprilisban, sat per kb. És a leghúzósabb, bár megindult egy kicsit az utóbbi napokban. A mai nap folyamán 5%-ot csökkent. Bitcoin Cash 1000 dollár, jó, hogy kereken 1000 dollár, 999, na most kell, na ez alá már nem nagyon fogják tudni lehúzni, vagy most mennyire szakítják meg egy pillanat, belemegy a kisebb nézetben, nem, már 1000-nél már vásárolgatják vissza, már is 999-ről már 1200, 1003, már, aha. Kíváncsi leszek, hát 1000 dollár egyértelmű lélektani határ, úgyhogy 1000 dollárnál itt fog forgolódni egy picit a Bitcoin Cash. Talán itt lenne érdemes, de majd most olyan jó a portfólió, most nem akarok semmivel variálni. Megnyugodtam, hogy már Vicsényt is vissza tudtam venni, majd Bitcoin Cash majd figyelgetem egy kicsit, majd lehet, hogy hosszú távon, vagy esetleg a következő fizetésből majd fektetek Bitcoin Cashbe, és egyelőre nézegetem, hogy milyen szépen megindult, meg a cikkekbe írják, hogy fejlesztenek rá. Hát most persze korrekció van, mert nagyon, fú, hát ő is mennyit, 100%-ot nőtt itt, vagy 2 hét alatt, vagy valahogy így. Na már 1500 dollárt már viszik felfelé az árat, 9%-ot csökkent a mai nap folyamán, volt egy korrekció hatalmas kilövése után. Hát neki is majd be kell rajzolni, csak ahhoz komolyabb mintázat kellene, amit lehetne rajzolni, hogy hány százalékot hozhat vajon majd a közeljövőbe, ha tartja ezt a tendenciát. És akkor XLM, az XLM is fordul vissza a trendzónájából, amiben egy olyan 25%-ot hozhatna áprilisba. Visszamászott bele, de most megint az alját ütögeti. Jelenleg 0,59 század dolláros áron kapható, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán. XRP-t csekkoljuk még le. Jó, hát pont, fú, semmit nem mozdult éjfél óta. Felvitték, de vissza is adták. 1,55 század dolláros áron kapható jelenleg, és ugyanott van az ára, ahol éjfélkor. Hát itt majd behúzok neki is egy komolyabb, vagy egy frissebb trendzónát, mert itt még semmi nincs kávé, de hát olyan hirtelen indult meg, egy hétig, 2 hétig húzott, aztán most korrekció van. Jó, ma már igen, Vicsénnek a stékelőse, a Vicsén Tor, ő is visszaesett egy 10%-ot. Kik jöttek még esetleg nagyobbat, ezek a stékelősek, én azért nem tettem be a portfóliómba, egy ideig benne volt a Téfivel is, a Tetának is a stékelő sztoria.
sőt, még kb. Itt, még március elején még valahol itt vehettem, 0,38-on vagy valahogy így, de most meg megint 0,35-ön van, tehát oda-vissza ők nagyon hullámoznak, én inkább oldal irányba haladnak ezek a stékelős dolgok, annyira még nem rúgják ki magukat, jobb a fő coinba fektetni, mint a stékelősbe, én egyelőre úgy látom. Hosszú távon persze majd jó lesz, hogyha medvepiac, meg ilyesmi, meg kezd belülni a nagyon felhúzó ára mindennek, és akkor meg szépen megültetni ezeket, befektetni ezeket a kriptókat, és akkor a kamatok gyűjtögetni rá, amikor egyébként a piaci ár meg majd lefelé megy. Azt mondja, hogy oké, okay, kinőtt nagyobbat. Fú, portfólión kívül senki nem nőtt. Ajaj, a Chili's esett 20%-ot, de jaj, tegnap nagyon jót húzott a Chili's. Hány százalékot húztál tegnap? 44%-ot ment fel a Chili's, nagyon király. Na most megint úgy látszik 0,6 körül kell stabilizálódni, még ha ma csökkent is, korrigálgatott vissza. Oké, okay, tovább azt mondja, videócoin, valami ilyesmi, jó, hát és ez nem valami szép kép, mindegy, attól, hogy 10%-ot húzott, még mindig stagnálgat, lentebb van az ára. Jó, mi van még itt? Ja, más nem, a Coinbase a Nasdaq tőzsdén mai nap folyamán 6%-ot nőtt. Oké, és akkor haladjunk is. Ó, lement 60 ezer dollár alatt a bitcoin! Mi van itt, gyerekek? Na már 60 ezer 13 megint. Na, nézzünk már rá kisebbbe, hogy mi történik. Jaj, egyet, nagyon valaki, ha meg itt volume is volt benne, meg is tolták keményekben, adtak neki, valaki nagyon le akarta tolni 60 ezer alá. Le is vitték, de hát egy nem sokáig. Na, nézzük csak meg percesbe, pillanat, egy kicsit most erre rámegyek. Percesbe mit mutatsz? Hány percig volt 60 ezer alatt az árad? Azt mondja, hogy most megint 60 ezer alatt. Jó, 59.940. Megint jöveget vissza, de hát ezért hány perc vagy? 9-10 perc. 10 perce 60 ezer alatt van a bitcoinnak az ára. Nem túl jó hír, de itt vásárolgatják is vissza. Hát pont az ideje, hogy berajzoltam ezt a zónámat itt. Annál vásárolgatják. Ez mit csinál? Ja, ez valószínűleg ezt is 1%-ra szoktam rajzolni ezeket a zónákat. Ha 60 ezer, akkor mondjuk 600 az egésznek a vastagsága. Na, még egy, jó, nem fogok itt várni sokáig, mindegy. Ja, felfelé induljál meg zöldbe, felfelé menjél fel 60 fölé, aztán hogy haladjak tovább a hírek irányába. Gyerünk, 10, 9, 8, na jó, ez már elsértem. Lehet, hogy végig kellett volna ezt 10 másodpercet várni, számolni magamba. Itt van 60 ezer már megint. Jó, tartsd meg ezt a 60 ezeret, felfelé húzzál most már tényleg. Lehet, hogy itt most egy pár embert még ki tudtak szórni tőkeáttétesekből most, hogy lenyomták, mennyire tolták le az árat. 59.676 dollárra letolták, 333 dollárral, 60 ezer alá. Jaj, már jön fel, gyere. Úgyhogy már veszik is. Oké, gyere vissza. Jó. Na, most már tényleg haladjunk a hírek irányába. Azt mondja, hogy... Itt is vagyunk, elértünk a hírekhez, és akkor milyen hírek jöttek. Ma egyszer megnéztem egy ilyen át, ez csak egy ilyen 4 perces sztori volt, az ingatlanokról itt beszélgettek a CNBC-n, hogy buboréke az ingatlanok, meg a lakóházak a kereskedése, meg a piac, és akkor nem is az a lényeg, hát talán nem, de hát azt is ugyebár ezek a semmiből nyomtatott műpénzek tolják fel így az ingatlanoknak az árát, aztán amikor majd eljön a válság, akkor megint leesnek, mint az állat. Na de ez más kérdés, aki lakásvásárlásban van, annak inkább, vagy hát azt mondom, hogy érdemes szerintem, most érdemesebb, hát ki tudja, de én úgy látom, hogy érdemesebb megvárni ezt az egy-két évet, amíg össze nem omlik az egész rendszer, és akkor olcsó lehet majd lakásokat venni. Na de itt három fontos dolog, amiket itt mondanak is, pont itt eljöttem direkt meg, hogy emlékezzek rá. Az egyik a híradótól az interjú a kérdező említett kettőt, hogy egyszer USA-ba költözgetnek át, ugyebár mindenki az államokból, Kaliforniából, meg ilyen helyekről menekülnek republikánus demokrata, jaj, most ki melyik? Na mindegy, most keverem, most inkább bele sem megyek. Az a lényeg, hogy a Biden-es államokból ott úgy felvitték az adókat, hogy menekülnek az emberek Kaliforniából, meg mindenhonnan költöznek össze a balos államokba, Texasba, meg ilyen helyekre, mert ott kevesebb adót kell fizetni, hogyha ott akar lakni az ember. És akkor három fő faktor van az ingatlanokkal kapcsolatban,
És akkor jaj, de gyorsan akartam, hát mi volt az a három, amit mondtak? Az egyik az, hogy igen. Tehát az egyik az, hogy már a távmunka, hogy amiatt is költözgetnek, már nem muszáj ott lakni az embernek, ahol dolgozik, mert nagyon kezd elterjedni a távmunka. A másik az adók, ami miatt költöznek másik államokba jobbra-balra. A harmadik pedig az ingatlanos Muki mondja, hogy az meg az időjárás, hogy most már keresgetik azokat a helyeket, ahol jó az idő, meg ez azt gondolom, mennek Kaliforniába, vagy Kaliforniába, Floridába, meg minden felé az emberek költözgetnek át melegebb, meg jobb helyekre USA-n belül is, ahol nincs olyan magas adó, mint a többi államban. Na jó, ez csak egy mellékszösszenet, és akkor nézzük is, ha haj. Hát már itt, valahogy gondolkozós kezdőképet, nem tudom, oké. Az a lényeg, hogy az USA központi bankjának a feje, ugyebár Jerome Powell, ő már azt mondja, már ő is hajtja, amit Janet jelent, de hát ők összeházasodhatnának kávé, hogy a kriptovaluták azok a spekulációnak az eszközei, csak a spekulációnak az eszközei, már ő is kezdi megint ezt fújni, hát kezdenek kicsit félni tőle, mert hát látják, hogy átveszi a szerepét a hagyományos bankrendszernek, amivel évtizedeken át, évszázadokon át tudták lehúzni a népnek a pénzét. Nagyon csak spekulációra, igen, használják szerinte, senki nem fizet, senki nem vásárol, senki nem használja a fizetésre a kriptovalutákat, hát burramba vagyunk, még kb. Minden a dupláját fogja érni, nem most akarja senki elkölteni, Jerome. Oké, és aztán összehasonlította az arannyal is, és azután mondta ezeket a megjegyzéseit, hogy a Coinbase felkerült a Nasdaq tőzsdére. Igen, ő úgy gondolja, Jerome Powell, hogy spekulációra használják a kriptókat. Amit az emberek kriptovalutáknak hívnak, az csak a spekuláció eszközei, senki nem használja őket fizetésre, úgy, mint például az USA dollárt. Összehasonlítva az arannyal, amit szintén spekulációra használnak, Jerome Powell azt mondja, hogy több ezer év óta az emberiség az aranynak speciális értéket tulajdonít, ami egyébként nincs az aranynak. Ő azt mondja, hogy az aranynak semmi speciális értéke nincs. És hiába ennek ellenére is, több ezer éve mindenki ezt csinálja, mindenki az aranyba értéket lát. Jerome Powell meg semmit. Azt mondja, hogy megjegyzi, hogy a bitcoin és a kriptovaluták sokkal inkább hasonlítanak ehhez, az aranyhoz, hogy úgy néz ki, mintha lenne értékük, de amúgy semmi nincs szerinte. És ő azt hangsúlyozza, hogy igen, hogy nem használják őket fizetésre, de hát burran kellős közepén vagyunk, amikor tudja az ember, hogy kb. Dupláját fogja érni, nem akkor fogja eladni, meg elkezdeni vásárolgatni mindenfélét rajta. Powell is azt ismételgeti, azt visszhangozza, amit Janet Yellen mondott azelőtt. Janet Yellen februárban azt mondta, hogy a bitcoin az nagyon spekulatív egy vagyon, tehát spekulációra használják. Extrém hatékonytalan módja a tranzakciók megvalósításának, hogy pénzeket tudjanak cserélni, vagy értéket az emberek. De nagyon hatékonytalan. Hát amúgy meg egyáltalán nem úgy tűnik, mert kezdi átvenni a bankrendszernek a szerepét, akkor nem tudná, hogyha az lenne a legjobb. Így csak érdekességből megnéztem, hogy az OTP-nél mondjuk hogy vannak, tehát ők alapból kell fizetni a számla vezetésért ilyen 3-4 ezer forintot havonta ilyen standard számláknál az OTP-nél, tehát ugyebár se a Coinbase-en, se a Binance-en, egyik kriptováltón se kérnek, hogy 3-4 ezer forintot minden hónapban fizessen be az ember, hogy használhassa a váltót, meg életbe tartsa, mert az életbe tartja saját magát. És akkor a legkisebb minimális utalás az ilyen 38 forint, bankon belül, bankon kívül 127 forint, illetve egy olyan 120 ezer forintot is elkérhetnek komoly utalásra, hogy átszámoltam, az egy olyan 60-70 millió forintnál, valaki 70 millió forintot utal, akkor vagy mondjuk 100 milliót, akkor már 120 ezer forintot is levonhat érte a bank. Ez kriptókban, hát mondjuk Bitcoin Cash-re mondjuk már duplájára nőtt, már lehet, hogy nem 150 forint, már 300 forint egy Bitcoin Cash-re utalás, de mondjuk lehet, hogy XRP-be, meg Tron-ba, azokban lehet, hogy még mindig ilyen 50 forint, meg 100 forint egy utalás, és a 100 millió forintnak is 100 forint az utalása, ugyanúgy nem 120 ezer, hanem 120 mondjuk ezerszer olcsóbb a kriptókba utalni, úgyhogy ez kicsit erős, hogy nagyon hatékonytalan módja a tranzakcióknak, vagy az utalásoknak. Azt mondja, hogy februárban Powell azt mondta, hogy a digitális dollár, igen, nagyon, most nagyon foglalkoznak vele, nagyon fontos téma az USA számára, és a digitális dollárjukat kiadják.
Az előző hónapban azt mondta, igen, Jerome Powell, hogy a kriptovaluták alapvetően az aranyat helyettesíthetik inkább, mint a dollárt, tehát a papírpénzeket, hagyományos valutákat szerintem nem helyettesíthetik, csak az aranyat. Most meg látjuk, hogy milyen véleménnyel van az aranyról, azt mondja, hogy az aranynak semmi értelme, el tudja képzelni az emberek, miért tartják értékesnek az aranyat. Na, ezen a szinten gondolkozik a kriptovalutákról is, és hangsúlyozza, hogy a tömegeknek meg kell érteniük a rizikókat, a kriptókkal járó rizikókat. A legalapvetőbb a volatilitás, hogy új, olyan szintű ármozgások vannak benne, hogy csak na, hát inkább a pozitív irányba. Főleg most a burranat, hát láttuk, mit csinált a Dogecoin, mindjárt a következő cikk a Dogecoin lesz, hogy ez egy hét alatt nőtt 600%-ot. Azért annyira azért nem ijeszgetnék ezzel senkit, hogy 600%-ot nőhet a pénze, vagyis a vagyona egy hét alatt. A másik irány az meg még hát attól bőven messze vagyunk, mire itt medvepiac lesz, meg elkezdenek esetleg lefelé menni az árak, illetve már hoppári, ha már itt tartunk, akkor valamivel kapcsolatban, ja, mert újra kellett töltenem mindent, mert frissíteni kellett a Windows-t, és ahogy újra töltöttem itt minden egyebet is betöltött, Bitcoin Treasuries rá is néztem, és már nem 6,5% vagy 6,3-6,4%, hanem már 6,75%, majdnem 7%-a a Bitcoinnak intézményes kézben van. Az intézmények pedig sajnos stabilan fogják tartani, ott nem lesznek olyan nagy eladások, nem lesz akkora esés, mint 4 éve, én nagyon úgy látom, nem lesz akkora short benne. 4 éve még csak a kiskereskedők, kis emberek foglalkoztak a bitcoinnal, nagyon spekulatív volt, most meg már, hogy ekkora óriás multicégek, meg hatalmas cégek is beléptek a piacra, ők fogni fogják az árát, ha már vagy egy 10%-ot, vagy ilyesmit elért. Jelenleg 1 millió 400 ezer, egy olyan másfél, hát nem, 1 millió 400 ezer, 1 millió 420 ezer bitcoin van intézményeknél. A 21 millióból ugye bármi az egész világon létezhet bitcoin, összesen 21 millió létezhet, és abból egy olyan másfél millió már intézményeknél van. Meg mondják azt is, hogy nem tudom, vagy 4 milliót, az meg úgy elveszett a világon, mint a szél, hogy régen vették, meg elhagyták a Winchester-t, meg nem tudják a kódot, meg ilyenek, úgyhogy valójában még 21 millió sincs forgalomban, ami mocorog a világon. Na de tovább, volatilitás, igen, mindig ezzel jönnek, hogy a hatalmas áresések, de hát láttuk, hogy januárban 30%, februárban 25%, márciusban 20% sem, már egy ilyen 18%-ot esett csak márciusban az ára. Azt mondja, hogy és akkor, igen, a hatalmas energia igénye a bányászatnak, az is hatalmas probléma, azt mondja Jerome Powell, amikor tudjuk, hogy kb. A bitcoin bányász gépek, a fele az ingyen energiából megy. Hidroerőművekből, vízi erőművekből nyerik az ingyen energiát, és azzal hajtják a bitcoin bányász gépeket. És a végére még azt is mondja, hogy nincs fedezet mögötte semmi az égvilágon. Hát itt vannak a nagy cégek, amit az előbb mutattam, meg itt vagyunk mi is, mert amíg nem akarja mindenki eladni a bitcoinját, addig annak megmarad az értéke. Addig csak drágában lehet venni. Nincs mögötte fedezet, de pont Jerome Powell mondja, hogy a kriptók mögött nincs fedezet. Hát az USA dollár mögött mi van? Na, a mögött aztán tényleg nincs semmi fedezet. Egyáltalán már aranytartalékot is, ugyebár 71-ben X-on elvágta, nincs azóta semmi fedezet az USA dollár mögött. Vagyis hát az olaj valamilyen szinten összekötés van az olajba. Olajjal azért írtják közel-keleten a mindenféle országokban az embereket, ahol olajat lehet találni, az az egyetlen egy, ami valamilyen szinten közvetett módon fedezetet biztosít a dollárnak, ha úgy veszük. De hát az olaj meg már mit lehet az olajjal kezdeni, hogyha ennyire beindul a home office mindenhol, meg az otthonról dolgozás, meg a távmunka, hát akkor nem fognak annyit autózni az emberek, nem nagyon kell majd az olaj, és akkor kettő dologra lehet felhasználni az olajat, egyszer ugyebár a üzemanyagként, másik dolog pedig a műanyagokhoz, úgyhogy műanyag gyártás az majd esetleg majd még viszi tovább az olajat, de hát azt is most már fogják vissza, meg ne legyen minden is műanyagból, de hát tényleg ne minden műanyagból legyen, mert azon én egy hülyeség el se bomlik. Na jó. Azt mondja, hogy második hír, Dogecoin. A Dogecoin piaca, hát még mindig igen, azért sárgával jár, hogy szeretnék már látni arról egy hírt, hogy már nem 12 embernek a kezébe van az összes Dogecoinnek a fele, de abban a cikkben sem említenek erről semmit. A Dogecoin, és akkor mondják is, hogy az elmúlt 12 hónap alatt 18.300%-ot nőtt a Dogecoin. Na, az egy szám, az oszt már valami. Úgyhogy oké, Dogecoin, de persze vigyázni kell, mert amíg 12 ember kezében van a fele, addig azért húzós, de egy pár százalékot érdemes beletenni, mert nekem is itt állt benne 2%,
2,5% egy másfél hónapig, azt most meg lett belőle 15%, tehát 600%-ot nőtt. 5x. Ja nem, nőtt 6%, akkor ez 6x. Hatszoros szorzó egy hét alatt. Na jó, who let the dog out? Jaj, jaj, ezt most be sem mindegy, volt egy ilyen szám is ugyebár régebben, hogy who let the dog out, vagy 10 év, vagy 15 évvel ezelőtt kiengedte ki a kutyát, ugyebár ez azt jelenti. És akkor who let the doggy out, ebbe az esetben az elektronikus kutyát. 0,44 század dolláros ára is felszökött tegnap a Dogecoin-nak az ára, ugyebár onnan most korrigál, most visszafelé erre a negyed dollárra, megpöccintette 20 napos mozgó átlag, és most jön felfelé megint. És akkor haladjunk is tovább, a 7 nap alatt több mint 500%-ot nőtt az USA dollárral szemben, a bitcoinnal szemben 465%-ot, mert közben a bitcoin is növegetett valamennyit, és 3870%-ot nőtt 3 hónap alatt a Dogecoin, 500%-ot az elmúlt hónapban, és 18300%-ot az USA dollárral szembe az elmúlt 12 hónapban. És itt a kutyának a napja 4-20, azt nem is tudtam, hogy a 4-20 akkor adták ki még a Dogecoint is, hát ez még egy kis bónusz mellette. És akkor lehet, hogy nem csak azért, nem csak a zöldség miatt kért volna, hogy hívják már, Elon Musk is a Techno NFT-ért 42 millió Dogecoint, ha jól emlékszem, vagy 420 millió Dogecoint, hanem azért is, mert 4. hó 20-án adták ki. Ja, igen, közben azért azt is mondják, hogy a tranzakciós díjak, a Dogecoinban történt tranzakciós díjak is megnövekedtek, egy átlagos tranzakciós díj már 1,25 század Dogecoinba kerül, azaz egy fél dollárba sem 0,465 dollárba. Hát most meg, hogy megint még visszaesett az ára, akkor 0,3-ba kb. Tehát egy 100 forintba kerül a Dogecoinon belül is egy utalás. Ez egy bankon kívüli utalás, nincs is olyan olcsó az OTP-nél, 120 forint talán a legolcsóbb bankon kívüli. Tehát Dogecoinba is ezért 100 forintokért lehet utalni akár milliókat. Oké, és... Igen, megy fel a Dogecoinnak az ára, Mark Cuban is mondja a Dallas Mavericks-től, mert a Dallas Mavericks-nél az ajándékboltban már vagy 4 év vagy 5 éve lehet Dogecoinnal fizetni, és itt is rekordmagas eladások voltak Dogecoinba a Dallas Mavericks-nél. Tehát ez meg azt cáfolja, amit Jerome Powell mondta, hogy nem használják a kriptókat, nem vesznek értük semmit, de már a Dallas Mavericks-nél használják, ott már vásárolgattak Dogecoinba, jó sok minden, még rekordot is döntött a bevételük. Azt mondja, hogy igen. Aha, igen, tegnap elérte a Dogecoin, már az ötödik helyre is feljött a kriptók listájában, a top 10-ben ugye az ötödik helyre is feljött, most a nyolcadikon tart, korrigálgat vissza. És a teljes piaci értéke elérte tegnap az 50 billió dollárt is. Néhány kripto támogató extázisbe esett attól, hogy milyen gyökeret vert a Dogecoin, hogy megindult és stabilan az ára, miközben mások meg hülye pénznek hívják a Dogecoint. Hát vigyázni kell vele, nem ebbe kell, hogy legyen a 100%-a az ember megtakarításának az egyértelmű, mert hazárdos, de nagyon jókat tud jönni, egy pár százalékot mindenképp érdemes tartania benne mindenkinek. Én úgy látom. Azt mondja, hogy igen. Ja, hogy április 15-én Elon Musk megint izét twittelt a Dogecoin-nal kapcsolatba, és akkor azt írta, hogy a Dogecoin ugatja a holdat, és akkor azután ezt követően el is kezdett kőkeményen felfelé mászni a Dogecoin-nak az ára, Elon Musk Twitter üzenete után. Április 15 nézzük is meg, hogy akkor hol tartott, amikor Twitter, ja, megvárjunk, egy kicsit komolyabban, ezt meg sem néztem előre. 15, ó, de hát fél egykor, de melyik időzóna szerint azt nem írják, ez így nem a legjobb. Na mindegy, 15-ét csak úgy Jasper KB, 15-e Dogecoin, Dogecoin 15-e mikor szólt be Musk a képbe, aha, valahogy itt egy olyan 0,15 környékén twittelt egyet Musk, és akkor felment 0,44-re az ár. Oké, és jó, vissza. Közben egyébként a Bitcoin már vissza is jött, már 60.350 dolláron van, tehát 60.000 alá nem valószínű, hogy egy hosszú távon komolyabban le tudnák shortolni, inkább felfelé kell menni az árnak. Hát most kiüthettek azért ezzel a 59.600-al megint egy jó pár tőkeáttétest. Azt mondja, hogy hol tartott a Dogecoinos hírnél. Igen, oké. Tehát Elon Musk twittelt megint, és akkor húzott felfelé a Dogecoinnak az ára. És 2021. április 20-án,
a 4-20-nak a napján, amit rengeteg cannabis támogató ugyebár tud erről, hogy a 4-20 az mit jelent, elég csak beírni ide, hogy 4-20, majd mindjárt kíváncsi leszek milyen. Jaj, tök jók ezek a kis robotok, amiket a Blockfish reklámot csinálnak, kis cukkerek. Na jó, elég csak a 4-20-at beírni, és akkor majd mindegy, jönnek itt izé 4-20-as hírek, úgyis 3 napon belül. Na jó, visszatérve azt mondja, hogy 4-20 napja, igen, ez a Dogecoinnak is a napja. Azt mondják, ja, de nem írják azt, hogy akkor hozták létre a Dogecoin, nem mindegy, de azt mondják, hogy 4-20 a Dogecoinnak a napja, úgyhogy oké, és 3 nap van még addig. És itt azt rebesgetik egyébként, hogy lehet, hogy fel fogják próbálni tolni 1 dollárra az árát. Most ugyebár 1/4 dolláron még egy 300% pluszt lehet, hogy rádobnak majd itt 3 napon belül, meglátjuk, hogy mennyire sikerül ez. És... Igen, és jó, és ezt azért jelöltem ki, persze, mert Mike Novogat, ugyebár Galaxy Digital-tól, ő mondta itt tegnapi egyik cikkben, hogy jaj, a Dogecoin meg az XRP, hogy olyan nagyon elszálltak, meg majd ki fogja mosni őket a piac, meg ilyesmi. És akkor ezzel gondolkozgattam, és tegnapi nap folyamán, vagy ma is itt azért eszembe jutott, hogy mikor, vagy este, vagy valami, hogy ő figyelmeztette itt a piacot, hogy majd ki fog mosódni. De lehet, hogy azért, mert ő neki a portfóliójában mondjuk, ő ezért teljesen egyáltalán nem foglalkozik Dogecoin-nál meg XRP-vel, és akkor most ezért kicsit bánja, hogy nem fektetett azokba is, hogy ekkor átnőtt az áruk, és akkor kicsit itt próbálja védeni, meg nyugtatni magát, hogy jó, majd le fog esni az áruk. Annyira nem is baj, hogy izé nem fektetett beléjük, és nőttek 5-600%-ot meg ilyeneket. De jó, mondjuk az XRP az mennyit nőtt az idő? Hát ő is, vagy 3-400%-ot nőtt az XRP. Hát fél dollárról indult egy héttel, 2 héttel ezelőtt kezdette, hogy fél dollár, 0,5, utána 0,6, már csodálkoztam, hogy jövöget fel, most meg már másfél dollár. Na jó, következő hír. Aha, BlockCap USA-ba, a BlockCap kezdne elég nagy bányász céggé válni, bár még azért jó, hát még mindig nincs közel ahhoz, hogy a Kínába mennyi bányászgép van, meg ilyesmi. De a BlockCap, ő már kezdi kinövögetni magát, nagyon jó termeltek, 33 millió dollárnyi bitcoin bányáztak ki az első negyed évben, és túl szárnyalják, túlra gyogják a többi USA bányász céget. Azt mondja, hogy texasi a BlockCap is, ők is átköltöztek Texasba, tehát ők is az adók miatt gondolom átköltöztek, az elmúlt hónapokban erről is van hír a cikkben. Jó, így kijelöltem itt az egészet. Na de nézzük is, a BlockCap igen, 544 bitcoint bányáztak ki, ami 33 millió dollár az értéke ebben a negyed évben, és Bitcoin.com-on is igen, volt itt a hír egy nem régiben, hogy Austinban áthelyezték a központjukat, ők is átmozdultak Texasba már, és amikor kijött ez a cikk, akkor a volt texasi kormányzó, ő nagyon üdvözölte a BlockCap-et azért, hogy ilyen innovációs, ilyen fejlesztéseket, új technológiát hoz be Texasba, és a cég, igen, 12 ezer bitcoin bányászgépük van, ezzel sikerült kitermelniük ezt az 544 darab bitcoint ebben a negyed évben, és azt mondják, hogy a következő évben már 43 ezer bitcoin bányászgépet szeretnének letelepíteni, meg üzembe helyezni. Tehát hű, akkor még 3-szor ennyit. 3,5-szer ennyit. És mióta tavaly indult még csak ez a cég, a BlockCap, azóta 1600 bitcoin bányáztak ki, egy kb. 100 millió dollár értékben a mai árak mellett. És a BlockCap nek agresszív növekedési stratégiája van ennek a bányász cégnek, és arra törekszenek, hogy minél több munkalehetőségét hozzanak létre a blokklánciparban, nem csak az USA-ban, de a, igen, az otthonukban is most már, Texasban, Austinban. Mondta Darin Feinstein, a BlockCap alapítója, és ők büszkék arra, hogy igen, ilyen nagy cégekkel versenyezhetnek a bányászpiacon, és úgy gondolják, hogy rengeteg hely van még mindannyiuk számára, hogy egyre jobban növekedhessenek, és egyre jobban elterjeszthessék a gazdasági növekedést, helyi, állami és nemzeti szinten is nőhessenek tovább. És elkötelezettek amellett, hogy az USA-t is egy bitcoin bányász központot létesítsenek az USA-ba, ugyebár, hogy fel tudják végre már venni a versenyt Kínával, mert Kínában van
a kétharmada, vagy 60%-a, 65%-a a bányász kapacitásnak, bitcoin bányász kapacitásnak Kínában van, és akkor szeretne az USA is már versenybe szállni ezzel, és túlteljesítették a többi vetélytársukat az USA-ban. Feinstein elmagyarázta, vagy azt magyarázza, hogy ők elkötelezettek azzal kapcsolatban, hogy igen, blokklánc és bitcoin bányász technológiai központtá változtassák az USA-t, és több nagy észak-amerikai céget is megelőztek a bitcoin bányászatba, túl teljesítettek rajtuk. Olyanokon, mint a Riot blockchain-en például, akik 491 bitcoin bányáztak ki az első negyed évben, illetve mondjuk a Hive blockchain-en, akik 165 bitcoin bányáztak ki. Ja, az elmúlt, az ezért, tavaly volt ez nekik, tavaly egy negyed év alatt, na mindegy, de még náluk is többet bányászott ki. Most jaj, gyorsan akartam mondani, kik vagytok ti, a BlockCap, és igen, a BlockCap alapítója továbbá azt is megjegyezte, hogy a blokklánc technológiák és a kriptovaluta megoldások nem csak munkalehetőségeket biztosítanak az amerikai lakosok számára, az USA lakosai számára, de segítenek az unbanked, akiknek nincs még bankszámlájuk se, azoknak az embereknek is minden felé szerte a világon, minden határ mellett. És ezen nagyot pislogtam, hogy jelenleg 60 millió amerikai ...nak nincs bankszámlája. 60 millió amerikainak, és világszinten meg 1,7 billió embernek nincs bankszámlája, akinek semmi banknál nincsenek regisztrálva. 60 millió amerikai, hát az Amerikának az 20%, az amerikaiak 20%-ának még bankszámlája sincs. Nagyon kemény. Hát túlságban 330 millióan laknak, na gyere. 326 millió, 330 millióan laktak az USA-ban, és ebből 60 milliónak még bankszámlája sincs. Úgyhogy vannak ott azért bőven rednekek meg mindenki. Na jó. Oké, úgyhogy ez nagyon érdekes. USA-ban élő embereknek a 20%-ának még bankszámlája sincs. Azt mondja, hogy igenis a BlockCap-nél ők erősen hisznek abban, hogy a blokklánc ipar, így az egész állatszuzamben lehetőséget fog biztosítani ezeknek az embereknek a számára is. Biztosítani fogja azt a kritikus technológiát, amire szükségük van ahhoz, hogy pénzügyi rendszerbe belépjenek, vagy pénzügyi tranzakciókat tudjanak megvalósítani, akár akkor is, hogyha egy bankszámlájuk sincs, meg semmilyen bankkal nincsenek kapcsolatban, akkor is tudjanak kereskedni, meg pénzügyi tranzakciókat végrehajtani, adni, venni. És ezt a blokkláncokon keresztül a kriptovalutákkal meg tudják tenni, akkor is, ha még egy bankszámlájuk sincs. Oké, nézzük tovább. Miami-ba azt mondják, hogy egy kripto, hát Task Force itt is, mint a Tech KB, vagy a Task Force, az ilyen különleges erők, vagy ilyesmi. Mindegy, az a lényeg, hogy egy kripto csoportot akarnak felállítani, de csak pozitív dolgokra, akik majd abba fognak segíteni azt megvizsgálni, hogy hogy tudnák az adókat bitcoinba befizetni Miami államában, mert ugyebár ezt is lehetővé akarja tenni. Juarez, vagy hogy hívják itt a polgármestert? Suárez, oké, igen, és Suárez már 2021-ben, ugyebár itt még év elején már jött a hír, hogy őt Miami városát olyan irányba tolja, ő a polgármestere, hogy már bitcoin tarthatnak a Miami városi kincstárba, és lehetővé akarja tenni, hogy az adókat is bitcoinba fizethessék Miami városának az emberek. És 13 fős kriptovaluta csapatot vagy csoportot akarnak felállítani, akiknek az lenne a célja, hogy megvizsgálják azokat a lehetőségeket, hogy hogy tudnák az adókat bitcoinba fizetni a Miami lakosai. Igen, és hogy tudnák minél inkább használni a kriptovalutákat Miami városában, vagy az egész államban, ő állam is, meg város, és ugyanúgy, mint New York, azt nem tudom konkrétan, na mindegy. Igen, és hogy felfedezzék a pozitív hatásait, illetve a negatívumait, és hogy teljes körülön a 13 fős bizottság elkezdje vizsgálni, hogy hogy tudnák minél inkább a kriptovalutákat mindennapossá tenni Miami-ban, a használatukat, és fontos felfedezni minden egyes utat,
ami támogathatja a növekedését ennek a technológiának, ami segítheti és jótékony hatással lehet a gazdaságukra. Ezt mondják ők. Igen, és Suarez is próbálja elcsábítani a technológiai cégeket Miami-ba már évek óta, és sikerült is neki, jó párra el is fogadták az ajánlatát. A Szilícium völgyből már át is költözött Miami-ba egy jó pár technológiai cég. Ugyebár Szilícium völgy Kanadában van, és ott hatalmasra növelték Bidenék az adókat. Azt mondja, hogy igen, Kyle Higgins, itt a hölgyemény, itt fent ő a 8-as körzet, Miami 8-as körzetébe van, és a 8-as körzetbe, igen, ezt a technológiai robbanást, meg növekedést, ezt nagyon szívesen látják, szeretnék, ha egyre jobban terjednének a kriptók. Igen, és ennek a 13 fős kriptovaluta csapatnak ennek még mindenféle engedélyeket kell kapni, hogy meg tudják kezdeni a munkát, és akkor a fejlesztésekkel tudjanak haladni. És igen, nagyon örülnék, imádná a hölgyemény, hogy ha már náluk haladnának minél jobban a kriptovalutákkal, a 8-as körzetben Miami-ba. És nagyon örülne, imádná, hogyha helyet kapnának ők is az asztalnál, és hogyha egy technológiai fejlesztési parkot hozhatnának létre itt a 8-as körzetbe, az hatalmas mértékben segíteni az egész körzetet, azt mondja hölgyemény. Nézzük is tovább. Brazília bankja. Hát kicsit pró is, meg nem is, mert a népet, a kis embereket kihagyják belőle, de mindegy, mert ne is ETF-be tegye senki a pénzét, de ez is egy lehető. A nagy cégeknek kell, csak az ETF. Kis ember az meg tudja venni a Coinbase-en, meg a Binance-en is a kriptóját. A nagy cégek meg nem tudják, pont ez a legjobb, hogy ez kis embereknek ennyi, a nagy cégeknek meg nem tudják lepapírozni, meg szenvednek hónapok óta vele, úgyhogy rengeteg engedélyeket, meg mindent létre kell hozni, meg kitalálni a szabályrendszerét, addig nem tudnak belépni, ezért jó nekünk, hogy kis emberként már mielőtt a nagy cégek bebírnának lépni hivatalosan a porondra, azelőtt mi már szépen bevásárolhatjuk magunkat a piacra. Viszont igen, Brazília bankja lesz az jó, hát hova melegszel, jó gyerek, 80 fokos, ez egy proci, vagy a CPU már, jó, igen, proci, na, húzzál innen, mindegy, majd ezért kicsit kinyitom rá az ajtót, kéne fúrni rá még lyukakat, jó, vagy egy nagyobb hűtőt venni, na mindegy, remélem nem fog lefőni itt a gép, még az utolsó, nem tudom, 5-10 percben, amíg maradék hírek vannak, azt mondja, hogy Brazília bankja az első államilag fedezett, vagy beállt az állam is már a bank mögé, és akkor együttes erővel hozzák létre azt a lehetőséget, hogy kripto ETF-be tudjanak befektetni az ügyfeleik. Brazília szépen belendült, és nem tudtam, mert világszinten ők lettek az elsők, nem tudtam mennyien laknak, de ott is azért 200 millióan laknak Brazíliába. Azért is hoztam fel ezt a képet, hogy itt meg lehessen nézni, hol mennyi laknak a világban. Hát, ha már itt van, akkor csak egy érdekesség szerint kép. Észak-Amerikában a világ lakosságának a 7,5%-a lakik, vagy a 8%-a, de hát itt is a Mexikó a harmada kb. Nem is az amerikaiak, vagy az USA lakosaik. Dél-Amerikában 5,5%, Európában, ha még Oroszország is ide Európához van csatlakoztatva, akkor 9%-a lakik a világnak Európában. Afrikában 17%-a a világnak, Ázsiában pedig a világ 60%-a Ázsiában lakik. 4,5 milliárd ember, lehet, hogy már 5 milliárd is, mert ez 2018-as kimutatás. Oké, azt mondja, hogy Brazília, igen, ők lesznek az első kripto ETF, és akkor most kicsit elnapolták, de csak ezért 4 nappal tolták el az egészet. Már csak azért nem azért, mert hogy bármibe mégse hagynák jóvá az ETF-et, semmilyen negatív hír nincs ezzel kapcsolatban. Összvisz annyi, hogy a Brazília bankja, Banco do Brasil, ő is be akar kapcsolódni a klubba, turnébuszba az ETF-eknél, és akkor ezért egy pár napra eltolták, hogy be tudják ők itt vonni, mert már az Itaú Bank, meg a BTG Pactual, akármi, ők már bekapcsolódtak ebbe az ETF-es bizniszbe. És most Brazília bank is beszeretne lépni, 26-ától fog felmenni, majd lehet majd ebbe az ETF-be fektetni, és a Hashdex levele szerint, amit az ügyfeleinek küldött,
az állami fedezettel, állami garancia van az egész mögött, az egész állam, ezért Brazília biztosítja, fedezetet nyújt az egész ETF mögé, és kripto ETF-be fektetnek a hashdexen, ami így lesz elérhető, ez lesz a kódja, hogy hash 11, és eltolták eredetileg 20, április 22-én, ki akarták már adni ezt a kripto ETF-et, de most eltolták április 26-ára, nem elegedjél. Úgyhogy 4 nappal eltolták, de még mindig 26-a, azt mondja, hogy aha, hát nem jövő hét csütörtökön, hanem jövő hét utáni hétfőn fog ez elindulni, ez az ETF, és egy ilyen manőverrel a bank intézmény válik, végülis Brazília bankja válik az első hivatalos banká a világon, aki ilyen lehetőséget biztosít az ügyfelei számára, hogy már egy banknál lehet kripto ETF-be fektetni. És mi lesz ebbe az ETF-be, tőzsdén kereskedő alapba, mert ez egy csomag lesz egyébként ebbe a hash 11-be, azt mondja, hogy Bitcoin lesz, Ethereum, Litecoin, Chainlink és Bitcoin Cash és Stellar. Ezekből fog összeállni, úgymond ez a portfólió, ez a kripto ETF, amit a brazilok csinálnak, bankok, állam minden egyéb bevonásával. És a brazil tőzsdén fog ez elindulni 26-án. Igen, és megint egy bukkanón sikerült átverekedniük magukat, most már legalább egy kripto ETF-be is tudnak fektetni, majd a cégek 83 fok, bocsi, ki kell nyitni, mert még itt ezért megöli, túl melegszi magát nekem a gépem. Remélem nem fog nagyon zúgni. Na jó, azt mondja, hogy ez mindenképp pozitív hír, de csak a nagyok számára, ez kicsit gázosabb már az egészben, mert hogy azt mondják, hogy a szigorú szabályozások, hát igen, ez kb. A Brazíliának a tőzsde felügyelete lehet, ők a kisbefektetőket kitiltják az egész piacról, tehát hogy mármint az, hogy ebbe a kripto ETF-be a kisbefektetőket, a népet nem hagyják, hogy befektessenek a magas rizikó miatt. Hát jó, nem is baj, mert inkább rendes kriptót vegyen az ember, mert az ETF az nem kriptó, az csak egy papír arról, hogy mintha vettél volna kriptót, és akkor az egy derivatíva végül is, úgyhogy azzal vigyázgatni kell, ezért ki az, aki is utálja az ETF-eket, semmi pénze nincs ETF-be. De hatalmas lehetőség, mert a tőzsdé, a nagy cégeknek, meg ők meg hivatalosan nem tudnak venni egy Coinbase-en, meg egy Binance-en, nekik minden szarrá kell papírozni, és ahhoz meg ETF kell. Azért várják már, mint a messiást az USA-ba is, hogy az USA is engedje már meg az USA tőzsde felügyelete, hogy Bitcoin ETF-eket hozhassanak létre, mert akkor tud csak igazán majd beleömleni az intézményes tőke USA oldaláról. Viszont ők itt Brazíliába kizárják kisbefektetőket, nem baj, mert attól tudnak venni kriptót, hogy ETF-et nem tudnak, és igen, és csak azokat hagyják, hogy ebből a brazil kripto ETF-ből vegyenek azokat a befektetőket, profi befektetőket, akiknek legalább 1,8 millió dollárnyi vagyonuk van, amit be akarnak fektetni a pénzügyi piacokon befektetésekbe. Hát az azért kemény pénz, úgyhogy ezért nagyon csak az elit a szupergazdagok Brazíliába, ők fektethetnek majd a kripto ETF-be, de mindegy, mert végülis az ETF az úgyis csak a cégeknek kell, úgyhogy legalább már ők bele fognak tudni fektetni, az fogja tolni felfelé az árat. Tehát április 26-án, na jó, hát mennyi, mindegy. Április 26-án fog ez elindulni a brazil tőzsdén. Nézzük is tovább. A nigériai tőzsdefelügyelet, ő is beszélt már nigériai központi bankkal a kriptotörvények kapcsán, és most felfüggesztették egy kicsit, mert hogy ott is betiltották a kriptókat, meg mindent, de most úgy látszik felfüggesztették. És azért, mert hagyományos bankszámláit is rengeteg embernek nincs Nigériába, Afrikába bankszámlája. És azért felfüggesztik az szeptemberben hozott törvényt. Egy időre, egészen addig, amíg el nem tudják érni azt, hogy legyen nigériai bankszámlája ezeknek az embereknek, akik jelenleg csak kriptóba tudnak kereskedni, mert hagyományos bankszámlájuk az nincs. És azt mondja, hogy ez egyetlen egy logikus lépés, mivel igen, nem tudnak a nigériai piacon kereskedni ezek az emberek, meg belépni rá, hogyha nincs nigériai bankszámlájuk egyáltalán. Úgyhogy de hát gondolom annyira ők nem is bánják, csak hagyják őket a kriptóba kereskedni, nem akarnak ők nagyon központi bankpénzeket használni. Na de mindegy, most ez van itt a porondon, hogy szeretnék, hogy mindenkinek legyen már nigériai bankszámlája.
hagyományos, és akkor ők támogatnák is egyébként a pénzügyi technológiákat fejlesztő cégeket. Igen, és a nigériai tőzsdefelügyelet nagyon támogató a pénzügyi fejlesztésekkel kapcsolatban, és sokat fektettek abba, hogy több területen is igen támogassák a pénzügyi fejlesztésekkel foglalkozó cégeket. Végső soron a nigériai tőzsdefelügyelet azt szeretné, hogy biztosítani szeretné, hogy biztonságos termékeket lehessen, terméket és szolgáltatásokat igénybe venni, anélkül, hogy megfojtanák a fejlesztést, ezt az egészet, a kriptóba történő fejlesztés, vagy a pénzügyi téren történő fejlesztéseket, azok hagyj menjenek, nem szeretnék ezért megállítani a fejlődést, úgyhogy ez van most Nigériában. Kenyába pedig van ott is egy pénzügyi fejlesztésekkel foglalkozó startup cég, aki stabil érmék felhasználásával szeretné a minimál béreket kifizetni az afrikai menekülteknek, és az internet nélkül is lehetővé tenni, szeretnék lehetővé tenni ezt, hogy olyan blokkláncot fejlesztenek, amihez még internet se kell, hogy azon keresztül lehessen pénzeket utalni. Még a nem okos telefon, akinek nincs okos telefonja, még azok is jól fognak járni ezzel. Azt próbálják elérni, amit még soha eddig nem csináltak, hogy a minimál bért egy stabil kriptón keresztül tennék lehetővé azok számára is, akiknek nincs okos telefonjuk. Ez egy úttörő fejlesztés, amit próbálnak elérni a világszinten a minimálbérekkel kapcsolatban, digitális valuták terén, és teljes mértékben a menekültek figyelembe vételével. A pénzügyi startup cég egy olyan felületen fog dolgozni, ami a hagyományos telefonokat is támogatni fogja. Ez a felület, ennek a felületnek a használatához nem lesz szükség internet kapcsolatra, amikor a blokklánccal kapcsolatba lép az ember, teljesen úgy lesznek tervezve, mert igen, mert hogy alapból a blokkláncok úgy lettek tervezve, hogy okostelefon felhasználók számára, ugye már internet van rajta, minden azon mennek a kereskedések. És ők meg egy olyan blokkláncot fejlesztenek, hogy még internet meg okostelefon se kelljen hozzá. És ez a Celo blokklánc lesz egyébként. Hú, arra rá se kerestem még, mindegy. Mindenképp azon fognak dolgozni, hogy úgy segítsék felépíteni ezt az egészet, hogy semmilyen csalás meg korrupció ne férhessen bele a programba, ne lehessen rajta keresztül. Biztosítva ezzel is azt biztosítva, hogy minden egyes dollár ahhoz az emberhez fog menni, akinek szánták. És akkor ugye itt se lesz, akkor már nem kell bank közé, és akkor nem kell a bankigazgatót is etetni ebből, hogyha a menekülteknek pénzt akarnak adni, mert most jelenleg a bankok, hogyha segít, akar valaki adni mondjuk Afrikának 1 billió forintot, abból is egy 5%-ot leszednek még a segélyből is a bankok, mire odaadják a menekülteknek, meg mindenkinek. Azt mondja, hogy a program 5000 menekültet fog támogatni, a menekültek napi 1 dollárt fognak tudni felvenni, és maximum 400 dollárt egy hónapban. És jelenleg egy pilot, egy próba verziót futtatnak 1000 menekülttel, aztán pedig az elkövetkezendő hónapokban a maradék 4000 menekültet is be akarják vonni, hogyha jól sikerülnek ezek az előzetes próbák. Fú, itt valami, hát ez még nekem is fura volt. Valami Bitcoin-éknál veszekedés van. Fejleszgetnek két oldalról is fejlesztenek, az egyiknek nem tetszik a másik fejlesztése, a másiknak nem tetszik az egyik fejlesztése. Ez kb. Erről szólt ez a hír, de én nem olyan szavakat használnak benne. Ossification, hát mi a jó Isten, orvosi nyelvbe csontosodás. Vagy mi a francot akarnak ezzel mondani, azt nem tudom. De a lényege az volt, hogy az egyik, rengetegét mondják, gondolom, ők nagy fejlesztők, nem ismerem így névről őket, de nagy fejlesztők, ők a Speedy Trial-t létrehozták, meg hogy hívják ezt a Taproot-ot, egy ilyen fejlesztést csináltak most a
Bitcoinhoz, és igen, ez április 14-én nyilatkoztak is erről, hogy csináltak egy ilyen fejlesztést a Bitcoinhoz 3 nappal ezelőtt. Egy másik fejlesztő meg azt mondja, hogy de közben a közösség meg be egyetértésre jutott, hogy valami BIP8-as fejlesztést akarnak, és hogy az előző fejlesztők azt ezt figyelem nélkül hagyták, és akkor most a saját fejlesztésüket nyomják a Bitcoinra. Ez egy támadás a Bitcoin ellen, nem túl jó dolog, meg ezért a fejlesztők mennek egymás ellen, úgyhogy tök fura. És a Cobra, aki meg a Bitcoin.org-nak a tulajdonosa, ő azt mondja, hogy egy kicsit veszélyes, hogy különféle szabályozásokat vagy rendszereket futtatnak a Bitcoinon, de hogy különféle úgymond algoritmusokat vagy programokat fejlesztenek hozzá két irányba is most jelenleg, és ő is úgy mondja, hogy ez már egy trillió dolláros hálózat most már, úgyhogy a fejlesztőknek mondja ő is, hogy figyeljenek oda, meg ne veszekedjenek, meg ilyenek, meg üssenek már összhangra. Úgyhogy valamit kicsit fura itt a Bitcoin fejlesztésekkel kapcsolatban a háttérben, de az a lényeg, hogy legalább fejlesztenek, mert az meg hol volt benne, hogy 2017 óta, amikor szegvitet kifejlesztették, azóta nem is nagyon volt fejlesztés a Bitcoinra, most haladgatnak ezzel is. De még ha nem is fejlesztenék, ez önmagában is a nagy ős Bitcoin, az így is úgy is megáll a lábán. Csak folyjon bele szépen az intézményes tőke, meg minden egyéb, minden honnan, és akkor jó lesz ez hosszú távon is. Azt mondja, hogy a Wall Street Bets-nél pedig már letiltották, hogy ne lehessen a kriptovalutákról beszélgetni. A Redditen belül a Wall Street Bets-es szobában úgy mond. És akkor megengedték újra megint, hogy lehessen rajta beszélgetni egy napig, vagy valami. De megint a tőzsdéről kezdtek el beszélgetni itt a Wall Street Bets-en. És akkor egy idő után végül úgy döntöttek, hogy megengedték a beszélgetést, hogy Bitcoinról, Ethereumról, meg Dogecoinról lehet beszélgetni a kripto fórumokba itt a Redditen. De utána meg a Bloomberg azt mondta, hogy a Wall Street Bets meghajol a kriptók előtt, és akkor most már a redditesek megint azt mondják, hogy akkor bannolták, megint betiltották, hogy ne lehessen beszélgetni a kriptókról itt a Wall Street Bets-es fórumokon. Mert csak hülye cikket láttak a Wall Street Bets-en, és ez viszi a pálmát. És mindegy. Az a lényeg, hogy betiltották, hogy ne lehessen kriptókról beszélgetni a Wall Street Bets-en belül. Na jó, elértünk a végére. Tegnap csapadékot mutattam, nézzünk egy felhőzetet mai nap folyamán. Azt mondja, hogy 17-17 az jó, délután 4, hát mondjuk legyen dél, tök mindegy. Mindenki nézze meg, hol van, és akkor indul is a vonat, mennyire lesz felhős az idő az elkövetkezendő egy hét alatt. Ez itt szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, és szombat át, folyamatosan full felhők fognak vonulgatni fölöttünk, úgyhogy nyomokban napsütést is tartalmazhat az idő, ritkán lesz majd napsütés, inkább felhős időnk lesz elkövetkezendő egy hétben, nagyon úgy tűnik. Köszi szépen, hogy ma is meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!